Ez a híradó kedden köszöntöm Önöket. Helyi vállalkozás vezetők részvételével zajlott ma délelőtt a Pannon Egyetem rektorainak előadása. Az intézmény pápai kampuszán az egyetem duális szakképzési rendszeréről beszéltek az előadók. Pápán hamarosan indul a kihelyezett műszaki oktatás a város gazdaságfejlesztési stratégiájának egyik lépéseként. Tavaly októberben írta alá Pápaváros önkormányzata és a Pannon Egyetem azt az együttműködési megállapodást, ami a város gazdaságépítő stratégiájának részét képezi. Ennek egyik fontos eleme, hogy helyben felsőfokú műszaki szakképzést valósítson meg az önkormányzat. A mai rendezvény célja az volt, hogy a Pannon Egyetem a helyi vállalkozásokkal megismertesse az intézményben induló duális műszaki szakképzés feltételrendszerét, mondta el híradónknak Unger Tamás alpolgármester. Illetve lehetőséget adjon a helyi vállalkozások számára arra, hogy ők bekapcsolódjanak az egyetem gyakorlati képzési rendszerébe. Magyarul a helyi vállalkozások innentől kezdődően, pontosabban szeptembertől kezdődően már akár gyakorlati helyei is lehetnek a Pannon Egyetem műszaki képzésének. A rendezvényre minden olyan vállalkozás hivatalos volt, amelyik műszaki szakembert alkalmaz. Tájékoztatót a duál képzésről a műszaki informatika kar és a mérnöki kar dékánya tartott. A rendezvényen az egyetem kancellárja is részt vett. Ez egy nagyon fontos lépés, hogy a gazdaság szereplői közvetlenül már az oktatásba bekapcsolódnak, és ott mindenek előtt természetesen szakmai ismereteket tudnak átadni, szakmai gyakorlati ismereteket a hallgatóknak. Ma éppen erről lesz szó, eljött velem az egyetem két műszaki karának dékánja, akik erről fognak beszélni, és tájékoztatják természetesen a vállalkozókat. A tájékoztató után a Városházán beszéltek annak a munkacsoportnak a megalakításáról, melynek az a feladata, hogy az együttműködési megállapodásban megfogalmazott célokat megvalósítsa. A turizmus, a kutatásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés vagy a helyi felsőfokú képzés terén. 2012 nyarán indult az Inkubátorház projekt, ami jelenleg a gerincénél tart. Tegnap délután dr. Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselők és meghívott vendégek részvételével zajlott az épület megtekintése. A most még üres irodákat hamarosan helyi vállalkozások töltik meg élettel, hangsúlyozta Eszenyi László a projekt vezetője. Az Inkubátorház kis- és középvállalkozásokat vár. Infrastruktúrális szolgáltatást kínálnak, irodák bérbevételével, irodai szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal. Ezek olyan gyakorlati segítséget adnak, hogy a vállalkozás alapításánál az ügyvéddel mit beszéljünk, hogyan beszéljünk, az ügyvédhez, kihez menjünk, mit kell neki tenni a könyvelőnél, milyen alapvető kérdéseket kérdezzünk meg, és mire kapjunk választ a saját vállalkozásunkkal kapcsolatban. És hogyha elindult már maga a vállalkozás, akkor az üzemeltetés közben mik azok az apró részletek, amikre figyeljünk oda. A működtető a használatba vételi engedélyre vár, aminek készhezvétele után 4 bérlő már elindítja az életet a pápai inkubátorházban. A cél minél több embernek, minél több vállalkozásnak segíteni, minél több vállalkozást piacképesebb, versenyképesebb pozícióba hozni, mondta el híradónknak Eszenyi László projektmenedzser. A bejáráson dr. Áldozó Tamás polgármester arról beszélt, hogy a gazdasági válság alaposan átalakította a helyi gazdaság szerkezetét is. A változásokhoz nem tudott mindenki gyorsan alkalmazkodni. Ezért ezeknek a vállalkozásoknak minden lehetőséget meg kell ragadni, ami tovább lépést jelenthet. Ennek sokféle támogatási formája van. Az egyik támogatási forma ez az inkubátorháznak a működése, amely ugye az induláshoz vagy az újrakezdéshez biztosít kedvezőbb feltételeket, és nem csak az infrastruktúráról van szó, hanem sokféle más szolgáltatásról, más támogatásról is, és nekünk az az érdekünk, hogy ezek a kis és középvállalkozások erősödjenek, hiszen összességükben nagyon sok embernek adnak munkát, és szinte kizárólag magyar tulajdonban is vannak. Az inkubátorház épületében közel 30 iroda várja a helyi és környékbeli kis- és középvállalkozásokat. Információkat az ihászpápa.hu oldalon, vagy a helyszínen a Komáromi utca 13 szám alatt kaphatnak. Az idegen nyelvű ki mit tud hagyományos vetélkedője a közgáznak, melyet idén a jubileumi hét keretében szerveztek meg. Az angol, német, olasz, francia vagy épp orosz nyelvű előadások nagy sikert arattak.
Egy vetélkedő, melyet már 3 éve rendeznek meg, és egyre népszerűbb, hisz a résztvevők nem szigorú feladatlapokon vagy épp vizsgahelyzetben adnak számot nyelvtudásukról, hanem saját műsorszámmal. Van verspróza, tánc, énekzene és jelenet, és ezen kívül van 2 olyan kategória, amit előzetesen lehetett elkészíteni, ezek a rajzok, illetve képzőművészeti alkotások és a fotók. A jelentkezés feltétele az volt, hogy idegen nyelvű legyen az előadás, a fotó vagy rajz pedig kötődjön valamelyik célnyelvhez. A zsűri nemzetközi volt, a refi francia nyelvi lektora is pontozott, valamint a középiskolákat is képviselte egy-egy pedagógus. A zsűri elnöke M. Varga Vera volt, aki nem a nyelvhelyességet figyelte, hanem az előadásmódot. Mint mondta, a résztvevők elismerést érdemelnek. Vették a fáradtságot ezek a fiatalok, és betanultak különböző dalokat, meg táncokat, és én nekem még az nagyon tetszik, itt a próbákat figyeltem, hogy egy egész osztályt meg tud mozgatni mondjuk egy ilyen verseny. A zsűri 5 ének, zene, próza, vers, tánc, rajz és fotó kategóriában hirdetett eredményt. Tánc kategóriában aranyminősítést kapott a Petőfi Gimnázium Charleston csoportja. Szerveztünk egy James Bond-bált, és a James Bond-bálon is ezt a táncot adtuk elő. Ez egy amerikai 20-as évekből származó Charleston tánc. Aki mit tudon, ott voltak az iskola Erasmus Plus programja keretében Pápára érkezett külföldi diákok is. Friss forrásvízzel kocintottak ma a vörös iskolások a Happy Hét keretében a pápai vízműnek köszönhetően. Az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet hirdette meg ezt az országos programot, melynek célja a vízfogyasztás népszerűsítése. A mai rendezvényen az iskolában felavatták az új ivókutat is, melyet a pápai vízmű adományozott az intézménynek. Tanárok és diákok kocintottak friss, finom forrásvízzel a vörös iskolában. Finom volt, olyan, mint ami a csapunkból folyik, csak egy kicsit... Hát hideg volt nagyon. A vörös iskolások szívesen csatlakoztak az ivóvízkóstoláshoz, hisz már többször is jártak Tapolca főn a forrásnál. Tapolca fői forrásvízzel kocintottunk a gyerekekkel, ezzel is nyomatékosítva azt, hogy tényleg egészséges a csapvízfogyasztása, hiszen a Tapolca fői forrásvízről már nagyon sok tanulmányt csináltunk a gyerekekkel, szoktunk oda menni kirándulni, és tudjuk, hogy milyen jó ennek a víznek az összetétele. A Happy Hét idén rekordot döntött. Összesen 440 iskola jelentkezett az országos program rendezvényeire. Pápán ezek közé tartozott a forrásvízes kocintás. 6 iskola jelentkezett a szolgáltatási területünkről ebbe a Happy Hét programba, és mi azt vállaltuk, hogy a Happy Hét programon minden iskolát felkeresünk, és kocintunk egy közös poháremeléssel a tiszta Tapolca fői ásványvízből. A Happy Hét hosszú távú tervei közt szerepel az is, hogy minden iskolában legyen lehetőségük a diákoknak a mosdón kívüli vízvételre, így talán csökkenhet a cukros üdítők fogyasztása. A vörös iskola most a pápai vízműtől egy ivókutat kapott ajándékba. Műanyag palackokat ottan el lehetne felejteni, mondta Lukács Endre, a Pápai Vízmű ZRT igazgatója. A tornaterembe vezető folyosón kapott helyet a kút. Ott oldhatják szomjukat a gyerekek az ásványvíz minőségű csapvízzel. A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság mintaképe Szent József. A szent nevét viselő pápai kápolna vasárnapi búcsú ünnepén Salgó Ferenc mondott szent misét, aki az alkalmon megáldotta az édesapákat és meghirdette a lelki adoptációt is. Fogyatkozó nemzet vagyunk, mondta Salgó Ferenc, nagy szükség van minden egyes magyar életre, hangsúlyozta, amikor meghirdette a lelki adoptációt. A lelki adoptáció, amely a megfogant, de veszélybe lévő magzatok életéért való imádságot jelenti 9 hónapon át, ezt ünnepélyes fogadalomtétellel is lehet vállalni, és hát így időzítettük, hogy ezen a szentmisén történik. 6 tettek ünnepélyes fogadalmat, de az atya elmondta, tudja, hogy ennél jóval többen imádkoznak a megfogant életekért. Az ünnepi búcsúi szentmise részeként Salgó Ferenc megáldotta az édesapákat is, hisz Szent József példaadó atya volt Isten fiának. Szent József életében is olyan szépen, hogy ez egy vállalt apaság volt, de ott van a szűzanya mellett, ott van a gyermek mellett, védi, oltalmazza, elfogadja, a nevelésben együttműködik,
Tehát teljes mértékben betölti, és így teljes, és így szép a család. Még szintén a Szent Mise részeként Salgó Ferenc három Szent Józsefet ábrázoló képet adott át a híveknek. Októberben ünneplik a Szent József kápolna felszentelésének 10. évfordulóját. Addig a kápolna körzetébe tartozó Igal, Bocsor és volt Kilián lakótelep hívei adják át egymásnak a képeket, melyek az atya szerint az otthoni, családi imádkozást és a közösségépítést is elősegítik. 70 éve élnek jóban-rosszban. Titkuk, hogy mindig tisztelték egymást. Bordás István és felesége Erzsike néni 1945. március 17-én kötött házasságot. Nem sokkal az igen kimondása után már szólt is a bombázást jelző sziréna. Életük is hasonlóan viharos volt. Háború, fogság, szökés, költözés. De egy mindig biztos volt, a szeretet egymás iránt. A 70. házassági évfordulójukat barátaik családjuk körében töltötték egy belvárosi étteremben. A házassági évfordulót mindenki megünnepli. A 70. azonban csak keveseknek adatik meg. A Vörösmarty úti otthonház lakói, a 94 éves Bordás István és 90 éves Bordás Istvánné ma is aktív életet él. Pista bácsi kertészkedik, Erzsi néni gyakorta süt. És mindketten részt vesznek az otthon kulturális és közösségi életében. Az ünnepségen a családtagok mellett Vencel Csaba önkormányzati képviselő, az ESZI igazgatónője, az otthonház vezetője és dolgozói is köszöntötték a 70. házassági évfordulójukat ünneplő párt. A házasságot Szijjártó István esperes plébános áldotta meg. Pista bácsi ma is élénken emlékszik a 70 évvel ezelőtti eseményekre. Esküvünk után a feleségem úgy döntött, hogy velem jön tovább, és olyan rendes volt a századparancsnokunk, Kis Zoltán volt, Álpaváros ma is nagy emlékű embere, megengedte. Erzsike néni pedig lelkesen mesélt a megismerkedésükről. A férjem szegedi, én pár törzsgyökeres pápai vagyok, és a bátyám, ketten voltunk testvérek, a bátyám ide vonult be a repülőtérre katonának, és Pista volt a főnöke, és ő általa meglátott, hogy ő a testvére, és akkor ő általa ismertem meg, és akkor így kerültünk hát bizalmasabb viszonyba. Pista bácsi állítja, létezik szerelem első látásra. Az övék is ilyen volt. Én őt az első látásom pillanatában megszerettem, íme 72 éve élek vele boldog házasságban. Az idős pár azt mondja, jól érzik magukat az otthonban, ahol szerető emberek veszik őket körül, és remélik még sokáig együtt ünnepelhetik a következő házassági évfordulóikat. 420 erkeles diák lépett színpadra tegnap a színház épületben. Az Apróka Vásárban című vidám nívós produkció két nap alatt három előadásban vonultatta fel a kis magyarországi táncokat, és idézte fel a régi vásárok hangulatát. Az Erkel iskolában heti egy órában foglalkoznak a gyermekek néptánccal. Ennek eredményét tavaly már bemutatták az Apróka Vásárban című összeállításban. Idén kibővült létszámmal újra színpadra vitték az előadást. Hétfőn és kedden háromszor csendült fel a muzsika a JMSK színpadán. Ez egy vásári forgatag. A táncok között különböző betét jelenetek vannak, tornászok, árusok, különböző meglepetés jelenetek, úgyhogy egy nagyon változatos, fordulatos műsorról van szó. Az iskola első osztályosaitól a hetedikesekig összesen 420 táncoslábú gyermek szerepelt az előadásban. Ez egyfajta Guinness kísérletnek is felfogható, mert ezért egy iskolából ennyi táncoslábú gyerek egyszerre a színpadon, én úgy gondolom, ez szép teljesítmény. A vásári forgatagot Müller Zoltán álmodta színpadra. A rendezésben Müller Anita, a táncok betanításában Rabi Erika, Vida Anna és Müller Sára, a Vadvirág Néptánc Együttes tagjai segítettek. Láthatunk a műsorban egy kis somogyi ugróst az első osztálytól, aztán még egy somogyi koreográfia, ami már azért komolyabb, a második évfolyamosok fognak előadni egy somogyit, a harmadik évfolyam sárközi táncokat, a negyedik évfolyam rábaköz táncaival foglalkozott, az ötödik évfolyam szatmár, illetve hatodikosok kalocsa környéke, és a hetedik osztály zárja a műsort gömöri táncokkal. Az iskola és Müller Zoltán tervei között szerepel még hasonlóan nívós, több száz gyermeket megmozgató bemutató.
Eső és 20 fok körüli nappali hőmérséklet várható holnap. A részleteket néhány másodperc múlva hallhatják. Szerdán egyre több felé beborul az ég, és délnyugat felől elered az eső is. Sokfelé megerősödik a délkeleti szél. Megszűnnek a hajnali fagyok, a csúcshőmérséklet pedig 14 és 20 fok között alakul. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója kedden. Nézzenek bennünket továbbra is. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!